Majdnem 80 évesen még Csongrádban kampányolt és lángost sütött választóinak. Azt mondta, inkább a nép lángosát, mint a saját pecsenyéjét sütögesse. Az nem képviselet, hogyha üldögélünk az országgyűlésbe, én ennél még mindig sokkal harcosabb egyéniség vagyok, és természetesen tudomásul veszem, hogyha a lakosság azt mondja, hogy nem. 2010-ben egyéni képviselőként próbált a parlamentbe jutni, de már nem járt sikerrel. A 90-es években még az egyik legmeghatározóbb és egyben a legtöbbet parodizált politikus volt Tordján József. Gyakran radikális mondatokkal igyekezett felhívni a figyelmet. Az Antal kormány idején a parlamentben azt mondta 1991-ben, patak vér fog folyni, ha a földbirtokos családok fellázadnak a földprivatizáció miatt. A vezetésével később a Független Kisgazdapárt kilépett a kormánykoalícióból. Tordján József Máté Szalkán született. Az 50-es években az ELTE állam és jogtudományi karán diplomázott. A 90-es évek közepén a vagyoni helyzetét is korábbi, 35 éves sztárügyvédi pályafutásával magyarázta. Felesége Cseh Mária operett primadonna. Régen, amikor én primadonna voltam, akkor ő volt a Cseh Marikának a férje, és amikor ő miniszter lett, akkor én lettem a Tordján József felesége. Teát készítettél? 1998-tól az Orbán Viktor vezette Fidesz kormány koalíciós partnereként vett részt a kormányzásban, a földművelésügyi és vidékfejlesztési tárcát vezette. Minden idők egyik legtöbbet utazó minisztere volt. Azt mondta, azért dolgozik, hogy Magyarország zöldség-gyümölcs nagyhatalom legyen. 2001-ig az FTC-t is irányította. Az 1998-as választások előtt robbantottak az otthonuk előtt. A mai napig nem tudni, kik voltak. 2 kiló danubitot tettek le, távirányítással robbantható szerkezettel együtt. Azt kell, hogy mondjam, a jóisten különös kegyelme, hogy én ebből a helyzetből úgy megmenekülhettem. Ezt mondta egy évvel ezelőtt a merényletről a 21. század című műsornak. Tordján József tavaly decemberben szívelégtelenséggel került kórházba. 85. életévében otthon, szűk családi körben érte a halál.